Már csak néhány nap van hátra a CEU által szabott határidőig, hogy aláírják a kormányzattal a megállapodást, és ne kelljen az egyetemnek Bécsbe költöznie. Közben újra tüntettek a CEU mellett. A demonstrálók szerint Magyarország szégyene az egyetem elkergetése. Vendégünk Hiller István. Jó estét kívánok! Jó estét! Ott volt a tüntetésen? Külföldön voltam. Egyetért a tüntetés céljaival? Igen. Itt kéne tartani a CEU-t? Nem csak a magyar felsőoktatásnak, hanem az ország egésze számára káros, hogyha kiseprűzik, hasznos, hogyha itt van, de úgy látom, hogy kiseprűzik. Kiseprűzik, vagy Orbán Viktor csak megmutatja, hogy az van, amit ő akar? Ma az Országgyűlés Kulturális Bizottságának ülésén ez kérdés volt. Egyébként Ungár Péter LMP-s képviselőnek az indítványa, amelyik gyakorlatilag azt mondta, hogy ezt az egész Lex CEU-t ezt vonják vissza. Nehéz ilyet exakt módon mondani, amit most kijelentek, de én láttam ezekbe a kormánypárti képviselőkbe a lelkiismeret furdalást, mert pontosan tudják az oktatáshoz közelebb levő képviselőként, mint általában egy képviselő, hogy ez a magyar felsőoktatás is az ország kárára van, de egyébként zokszó nélkül leszavazták a javaslatot. De ki volt az, akiről úgy gondolja, hogy pontosan tudta, hogy baj van? Hogy ez így nem jó, hogy ezt át kéne engedni, hogy igaza van Ungár Péternek? Vannak a kormánypárti oldalon is, a magyar felsőoktatásban jelenleg is oktató, a magyar egyetemekkel, főiskolákkal kapcsolatban levő képviselők, akik pontosan tudják belülről, hogy mi a színvonal. De valaha és hogy hangot ennek, adtak ennek? Hogy belső fórumokon hangot adtak, azt nem tudom. Egyet tudok, hogy 2011-ben volt az én ismereteim szerint a Fideszen belül utoljára olyan szakmai vita az oktatás ügyéről, amikor a következő hangzott el a miniszterelnöktől, ez a kérdés nem szakmai, hanem a hozzám fűződő lojalitás ügye. Ez nagyjából eldöntötte a kérdést. Úgy látom most is. Úgy látom, hogy mivel ismerem a parlament eheti ülésezési rendjét, és tudom, hogy ennek mi a menete, nincsen olyan javaslat a parlament előtt, amely a CEU ügyével egyáltalán foglalkozna. Itt zárójelbe szeretném hozzátenni, hogy az a vita, amiről az előbb beszámoltam, a mai, az egyébként arról szólt, hogy a képviselők egyáltalán engedjék, hogy a plenáris ülésen erről vitatkozzunk. Ami azért, valljuk meg őszintén, hogy a demokráciának egy roppant korlátos fölfogása. Ott ült Elsimon László, nem? Hát éppenséggel ma nem ült ott, mert nem volt ott, de ott tagja ült, és alelnöke. Ő ott ült. Igen, a Pécsi Tudomány Egyetem az ország egyik rangos intézménye. Következésképpen valóban voltak olyan képviselők, de hát a bizottság elnöke is a Debreceni Egyetem oktatója. Jó nevű történész, középkor kutató. Nyilván látják ezeket a folyamatokat. Azt gondolja, hogy ez a 2011-es mondat meghatározza a hozzáállásukat a valósághoz? Tehát igen. Nem szólalnak meg, mert ez hűség kérdése lenne? Kérem, vagy lázadás azok, akik lenne? Akkor annak a közoktatási vagy köznevelési felfogásnak a belső, már hogy a Fideszen belüli ellenfelei voltak, azok ma nincsenek már a parlamentben. Hogy ez világosan igaz. Beszéljek. Tehát itt nem úgy ment a dolog, hogy volt, aki többségben került, volt, aki kisebbségbe, és hát utána majd szépen megyünk együtt, hanem akik kisebbségbe kerültek, azok kizúgtak a parlamentből, és az országos politikai életben azóta nincsen levegő. Mire számít a CEU esetleges távozása? Most azért úgy néz ki, hogy ez a realitás. Igen. Egyúttal megnyugvást hoz a fideszes lábosban, őben keverik azt, hogy mi legyen az egyetemi élettel, vagy pont forni fog minden, mert na ugye, meg lehet csinálni bármit. Igen. Én is gondolkodtam már, hogy akkor, amikor a CEU-ról beszélünk, vagy a CEU ügyről, valójában egy intézményről beszélünk-e csak, és hogyha ez ilyen-olyan módon lezárul, akkor ennek vége. Nem lesz vége. Nem lesz vége. Csak nem az lesz a neve, hogy CEU. Én olvasom az osztrák sajtót interneten minden nap. Olvasom a Standard vagy a Die Presse tudósításait arról,
hogy az osztrák kancellár, vagy éppen az osztrák oktatási miniszter azt mondta, Bécs tárt karokkal várja a CEU-t. De kérem, a döntő szót nem ők mondják ki, hanem az osztrák akkreditációs bizottság. Akkreditációnak nevezzük azt a folyamatot, amikor elfogadnak egy képzést, befogadnak egy képzést, olyannak tekintenek, hogy utána diplomát kaphat az a hallgató, aki arra jár. Az osztrák akkreditációs bizottság, mint független testület, mondja ki, hogy rendben, vagy nincs rendben. Mondhatnám, hogy de akkor a magyar akkreditációs bizottság ezt miért nem teszi, így vagy úgy? Hát kérem szépen azért, mert néhány évvel ezelőtt azt a testületet, idézőjelben mondom, azt a CEU-t már elfoglalta a kormány, így aztán az akkreditációs bizottságok európai testülete, meg nemzetközi testülete felfüggesztette a magyarnak a tagságát. Mióta ilyen van, mióta ilyen akkreditációs folyamat létezik, a Magyar Akkreditációs Bizottság például Vazsa György elnökletével az egyik legnagyobb tiszteletnek örvendett nemzetközi körekben. Most évekkel ezelőtt fölfüggesztették a tagságát, nincsen joga beleszólni a dolgokba, nem adhatja le a szavazatát, egész egyszerűen azért, mert elfoglalták. Az egy CEU ügy, ha tetszik érteni, hogy mit mondok. Ez meg konkrétan egy CEU ügy. És aztán lesz még egy, meg még egy, mert azt hiszem, és erről majd biztos a későbbiekben sokat fogunk beszélni. Ez nem egyszerűen egy intézmény elleni támadás, ez a szellemi tér elfoglalásának kísérlete. Arról beszélek, hogy van a politikai tér. A politikai teret választásokkal lehet így vagy úgy elfoglalni, például ami a parlamentben kétharmados többséget jelez. Ennek is többféle módja van. És van a szellemi tér, amikor úgy gondolják, hogy a szabad gondolkodást is be lehet darálni. Amikor személyeket, intézményeket, egyáltalán egy gondolkodásmódot kell idomítani. De a szabad gondolkodást a történelemben, ez az ön szakmája, ön a történész. Hosszú távon soha nem lehet bedarálni. Így van. Ezért én azt mondanám, hogy az, ami most történik, azt mondtam, hogy kiseprőzik a CEU-t, az egy felvonás. Az nem a darab vége. És fontos, hogy mindannyian azok, akik aktívan részt vesznek a politikai életben, és akik a pártpolitikai életben nem, de egy ország szabadságának fenntartásában igen, azok is azt gondolják, hogy a politika, a mindenkori kormánypolitika tehet kísérletet a szellemi tér elfoglalására, de valóban soha nem volt ebben még sikeres, ne is legyen. Hivatkoztam arra, hogy történész, akkor most hadd maradjak ennél. Schmidt Mária terrorháza főigazgatója, és még számtalan pozíció betöltője, maga is történészként azt mondta, és ugye erre érdemes figyelni, mert ő bizonyos mértékig, és nem tudjuk milyen mértékig meghatározója a Fidesz ilyen irányú politikájának, hogy hozzányúlna a nemzeti alaptantervhez. Szó szerint úgy szól, hogy általános iskolában kizárólag magyar történelmet tanítanék, szakítani kell az időrendiségre alapozott történelem tanítással is. Ez két különböző mondat, két különböző állítás. Nekem az első, a második az lehet, hogy szakmai kérdés. Igen. Nekem az első mást mutat, azt mutatja, hogy nem kell törődni azzal, hogy mi van körülöttünk, hogy mi volt körülöttünk, magunkra koncentráljunk. Ehhez azt a bejelentést kell megtennem, hogy ma az is a tudomásunkra jutott, hogy a nemzeti alaptantervet, azt, amit egy akadémikus nő Csépe Valéria kezelésébe adtak, és elkészült egy javaslat, ezt gyakorlatilag kidobták az ablakon. Úgy hívják ezt, ez ma hangzott el. Szintén a bizottsági ülésen? Igen. Én kérdeztem meg, és az elnök úr egyébként tisztességgel válaszolt. A kérdés úgy hangzott, hogy akkor 2019. szeptemberére van-e esély arra, hogy az új NAD bevezetésre kerül, amire elmondta, hogy a vita nem zárult le. A Csépeféle anyagot a minisztérium bevonta és jelenleg átdolgozza, és arra, hogy 2019. szeptemberében új NAD legyen, nem látja már a kormánypárt az esélyét. Na most ebben nem a 2019. szeptemberre a tragédia. Itt az a kérdés, hogy milyen felfogás érvényesül. Én ezt a beterjesztett NAT-ot vitaképes, nem szavaztam volna meg, de vitaképes anyagnak tekintettem.
amelyik valóban a pedagógia modern eszközeivel próbál élni. Abba a kérdésbe, amit Schmidt Mária föltett, hogy ő majd beleszól a NAD-ba, egyébként magyar állampolgárként szíve joga, csak tartok tőle, hogy némiképp nagyobb a befolyása a NAD-ra, mint általában egy véleményét kifejező magyar állampolgár. Tudja, hogy szerintem az általános iskolának mi a legfontosabb feladata? Hogy a gyerekeket megtanítsa írni, olvasni, számolni, értsék az elolvasott szöveget, és a digitális alapismereteket elsajátítsák. Egyébként meg gyerekek. Nem nevelendő felnőtteket, hanem 7 éves fiúkat és 9 éves lányokat látok, akik akkor lesznek a legjobb, később befogadó felsőoktatási hallgatók, vagy éppen szakképzett munkaerők, hogyha hagyjuk őket békén abban, hogy egyébként megszilárdítsák az alapismereteiket. Az a kérdés, amit Mária fölvet, hogy egyetemes vagy magyar történelem a tekintetben másodlagos, hogy meg tudja-e érteni, hogy el tudja-e olvasni, hogy tudja-e számítógéppel már annyira bánni, hogy ezt az egészet értelmezze. Kérem, hogyha nagyon megerőltetem magam, én az összes Habsburg házból származó magyar uralkodót önnek itt felsorolom most. De higgy el nekem, még soha, de soha nem fordult elő, hogy Pesterzsébeten sétáltam a Jókai utcába, szembe jött velem valaki, és azt mondta, Hiller úr drága, megmondaná, hogy második Ferdinánd után kijött a Habsburg uralkodóházba, egyszerűen nem érek haza azzal, hogyha ezt nem tudom. Megjegyzem, harmadik Ferdinánd. Azt akarom mondani, tanulni kell megtanítani. Az a kérdés, hogy milyen az összefüggés az egyetemes és a magyar történelem között. Hogyha éppen az előzőt mondom, ha csak magyar történetet tanítok, akkor hogyan fogja megérteni például a Habsburg időszak fél évezredes magyar történelmét, hogyan fogja megérteni mindazt, ami Magyarországon a gazdaság, a mentalitás történetben lezajlódott, hogyha nem tudja, hogy a felfedezések milyen hatással voltak Európa fejlődésére. Mi egy európai nemzet vagyunk, millió szállal kapcsolódva a történelembe. Európa legkülönbözőbb folyamataihoz, és ez tök jó. Ezt az egészet bemutatni, az egy komoly kihívás. Ez szerintem a NAD feladata, aminek most egyelőre az eredményét egy darabig nem fogjuk látni. Köszönöm szépen, hogy ezeket elmondta. Köszönöm szépen. Mindjárt folytatjuk a kontrával és kultúrával ezután is.